Amen. Békesség veletek! Szeretettel köszöntöm jelenlévő zarándok testvéreket, mindazokat a testvéreket, akik az Egyházmegye különböző plébániáiról, közösségeiről érkeztek, mindazokat a testvéreket, akik az Egyházmegyén kívülről vették a fáradtságot, indította őket a lélek arra, hogy a mai napon együtt ünnepeljünk. Szeretettel köszöntöm paptestvéreimet, Helynök atyát, diákonos testvéreket, jelenlévő papnövendékeket, akik éppen a holnapi Jó Pásztor vasárnapja, hivatás vasárnapja alkalmából vannak a plébániákon. Nagyon sok mindent hordoztunk a szívünkben. Imádkozunk hivatásokért, imádkozunk családjainkért, és a mostani mai alkalommal különös módon is keresztény testvéreinkért, kiemelten azokért, akik üldöztetést szenvednek. Akik semmi más nem szeretnének, mint azt, hogy Krisztushoz tartozásukat szabadon, békén tudják élni. De ez üldöztetés tárgyává teszi őket. Együvé tartozunk, imádkozzunk értük. Imádkozzunk az Egyházmegye különböző közösségeiként, akár a katolikus oktatási intézmények, akár a plébániák, akár az Egyházmegyében jelenlévő nemzetiségi csoportok képviselőiként, akiket külön szeretettel köszöntök itt. Az ünnep megkívánja tiszta, egyenes szándékot. Az ünnep az, amiben az Isten megérint bennünket, és ebben az ünnepben szeretnénk fölkészülni arra, hogy jól tudjunk szolgálni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretten Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Oh, shit.
Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hatható segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházat szüntelen békédnek örvendhessen. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Se lukavija od sve zvije radi, što je načini gospodin Bog. Ona reče žene, zar vam je doista Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog, da ga niste jeli. I ne dirajte u njeg da ne umrete. Na to će zmija ženi. Ne, nećete umrijeti, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stavilo dobro za jelo, za oči za maljivo, i za mudrost požejno, ubere ploda njegova i pojede. Dada i svojemu mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Gospodin Bog reče ženi, što si to učinila? Zmija me prevarila, pa sam jela, odgovori ona. Na to gospodin Bog reče zmiji, jer si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi. Po trbuhu svome puzaćeš i zemlju jesti sveg života svog. Neprijateljstvo je zamačen između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Riječ je gospodnja. Thank you.
des Johannes. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten, denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und ihr Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mennyegzőt tartottak a Galileai Kánában, amelye Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, s a szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak akkor, amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót.
Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, kedves testvérek, kedves zarándoktársak! Mária segítségét kérjük azért zarándoklunk ide. Különösen is ezt tesszük a mai napon, amikor üldözött keresztény testvéreinkért imádkozunk. Különös módon is bízunk abban a meglévő tapasztalatban, mindannyiunk az egyház egészének a tapasztalatában, hogy Mária segít. Most kérünk, Mária segíts! És biztosak vagyunk benne, hogy ő ezt megteszi. Kiváló példája ennek az imént hallott evangéliumi szakasz. Amikor Mária szinte észrevétlenül mégis szinte főszereplőként ott van a kánai mennyegző. Számtalan példát tudunk felhozni az egyház történetéből Mária segítségére vonatkozóan. Különösen így vagyunk ezzel mi magyarok, számtalanszor megtapasztaltuk történelmünkben boldogságú szűz ég édesanyánk hathatós pártfogását. De mindannyian tudunk példát hozni saját magunk életéből is, ahol megtapasztaltuk segítségét, közbenjárását, szinte észrevétlen, diszkrét jelenlétét az életünkben, amikor csak kiegyenesedik valami, amikor megoldódik valami, a fájdalmaink, a görcseink, félelmeink, egyszerűen elkezdünk olyanokként cselekedni, ahogyan Krisztus megálmodott bennünket, és ahogy amilyennek megváltott bennünket. És pontosan tudjuk, hogy azért is van, mert a boldogságos szűz, mint anya, közben jár értünk. És így imádkozunk most, az ő segítségében bízva, üldözött keresztény testvéreinkért is. Mária szerepére az egyházban úgy tekintünk éppen az imént hallott evangéliumi szakasz kapcsán, mint az ígére figyelő asszonyra, aki várta Isten ígéretének a beteljesedését, befogadta, világra szülte az ő gyermekét, követte a fiát, érzékenyen figyelt, mi történik benne, mi történik körülötte, mi történik az emberben. Alig hallunk szentírási említést arról, hogy Mária jelen lett volna valahol néhány alkalommal, de egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy mindvégig érzékenyen, mindvégig együttérzően figyelte fiának a művét, és részese volt annak. Mint ahogyan a mai evangéliumban is, amikor azt látjuk, hogy szól a fiának. Talán olyan dologért, ami nem is lenne fontos, talán nem is lenne méltó az Isten fiához. Egy lakodalomban némi zavar támadt, mert vagy kevesebb volt a bor, vagy többet fogyasztottak, de mindenképpen szűkössé vált ez. És egyszerűen azt mondja, nincs boruk. Elfogyott. És ez a nincs boruk, ez kifejezi Mária figyelmét, együttérzését, azt, hogy pontosan tudja, mi van bennünk, mi vesz körül bennünket, mi van a szívünkben. És az a mondata,
tegyétek azt, amit mond, ez pedig valami olyan bátorítást ad a szolgáknak, ami nekünk is szól. Tegyétek azt, amit a fiam mond. Nem értitek? Lehetetlennek tűnik? Ne törődjetek vele. Tegyétek azt, amit mond. Higgyétek el, hogy amit tesz, amit művel, az jó. Az nektek való. Megvidámítja lelketeket. Újjáteremti borotokat. Megvidámítja szíveteket, ünnepeteket. Tegyétek, amit ő mond. Ugyanakkor Máriának ez a magatartása, amelyeket kiemeltem, mind az evangélium kapcsán, mind pedig az egyház hagyománya alapján, ez a mi magatartásunkat is leírja. Ilyen a mi magatartásunk, ilyen kell, hogy legyen a magatartásunk Isten igével kapcsolatban. Figyelünk érzékenyen, együtt akarunk működni vele, követjük, mire indít bennünket, hiszünk neki, megtesszük, amit mond. Ugyanakkor ugyanez a magatartás kell, hogy jellemezzen bennünket a világ jelenségeivel kapcsolatban is. Azokkal a jelenségekkel, amelyek körülvesznek bennünket, amelyeknek részesei vagyunk. Részesei vagyunk testvéreink szenvedésének, részesei vagyunk a világ folyamatának és a folyamat alakulásának, akár pozitív irányt vesz, az akár negatív irányt vesz, nem tudjuk kivonni magunkat alóla, de a magatartásunk ugyanaz, amit Máriánál láttunk. Istenre figyelünk, be akarjuk fogadni az ő igéjét, követni akarjuk az ő fiát, érzékenyek akarunk lenni arra, mi történik bennünk, körülöttünk a világban, és bátran tanúságot akarunk tenni arról, igen, meg akarjuk tenni, amit Jézus mond. Ferenc pápa az elmúlt esztendőben kiadott apostoli buzdításában, ami a mindennapi életszentségről szól, ami nekünk feladatunk, amire törekszünk, mindennapjaink döntéseit ennek megfelelően akarjuk hozni, beszél arról, hogy bizony nagyon nagy szükségünk van világunkban, a konkrét jelenségek, események közepette, két nagyon nagy dologra, amit Máriánál is látunk. Szükség van a mi világunkban a küzdelemre és az éberségre. És Mária segít ebben bennünket. Küzdelemre és az éberségre. Nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy mindaz a világ, ami körülvesz bennünket, éberséget kíván. Mert nem csak jó dolgok történnek, nem csak olyan dolgok vesznek körül, amelyeket Krisztus módjára, vagy Krisztus törvényei szerint tudunk megélni, hanem olyan jelenségek is, amelyek gyengítenek bennünket, amelyek elvonják a figyelmünket, kényelmessé teszik a lelkünket, úgy tűnik nem fontos, úgy tűnik csak egy életvezetési modell, úgy tűnik csak egy döntés az életemben. És nem. Meggyengít, elvonja a figyelmet Isten igéjéről, már nem azt akarom tenni, amit ő mond, eltűnik az éberségem, és olyan döntéseket hozok, olyan életformát alakítok ki, ami nem krisztusi. És figyelmeztet bennünket a pápa, hogy ez az éberség, ez küzdelmet is kíván. Meg kell küzdeni a jóért. Sokszor figyelmeztet bennünket a pápa is, meg is fedd bennünket, különösen európai keresztényeket. Elkényelmesedtünk. Úgy gondoljuk, hogy a kényelemben, amiben persze bőséggel panaszkodunk, mi nem jó, mi lenne jobb, mit szeretnénk még elérni, mi hiányzik. Tele vagyunk panasszal, és mégis kényelemben élünk sok esetben. Ez a kényelem elvonja a figyelmet arról, hogy küzdelem árán tudunk hűségesek maradni Krisztus tanításához. A küzdelmet nem tudjuk megspórolni. Nem tudjuk megspórolni a küzdelmet a jóért. Nem tudjuk megspórolni a küzdelmet az igazságért, a tisztaságért. És nem csak mások küzdenek ezért. Nem csak távol lévő keresztény testvéreink. Nekünk magunknak kell megtenni. Hány és hány közösség, hány és hány család, hány és hány plébánia, hány és hány szív van, ahová beférkőzött a kényelem, vagy éppen a meggyengült Krisztus követés. Az ünnep nem azért hívott egybe bennünket,
hogy vádoskodjunk. Nem azért hívott egybe bennünket, hogy pusztán rossz érzést keltsek bárkiben is a jelenlévők közül. Nem ez a szándékom. Sokkal inkább az éberségre való felhívás a szándékom. Hogy mit teszek, hogyan döntök, milyen az életvezetésem, mit adok a gyermekeimnek, kit figyelmeztetek, mikor szólok, mikor hallgatok. Ez életünknek szerves része, de következményei vannak. És nekünk egyetlen egy mérce lehet, Krisztus személye és Krisztus tanítása. Sem kényelem, sem megszokás, sem hagyomány, sem valamiféle társadalmi közmeggyőződés nem elég Krisztus tanításával szemben. És bizony ez küzdelmet kíván. Küzdelmet elsőként önmagammal, de küzdelmet adott esetben családommal, küzdelmet a közösségemben, a jóért való küzdelmet. És Mária szólt, nincs boruk. Sokszor nekünk ez a borunk fogy el, mert már nem akarunk küzdeni, mert jó az egyszerűbb is, mert jó az is, ami kevésbé finom. És arra akar figyelmeztetni ez a közös ünnepünk, testvérek, amikor üldözött keresztény testvéreinkért imádkozunk, hogy legyünk éberek, legyünk készek, tetre készek Krisztus ügyéért. Aztán a másik fontos gondolat, amit Ferenc pápa kiemel az életszentsége törekvésünkben, és hatékonyan a lelkünkre köt, ez a megkülönböztetésnek a készsége és képessége. Éber krisztusi követéssel, Krisztus tanításához való kérlelhetetlen ragaszkodással tudjuk észrevenni, hogy mi az, ami az életünkben jó és jóra vezet, mi az, ami az életemben rossz, és egészen bizonyos, hogy rossz következményei lesznek, mert lesznek. A megkülönböztetés adománya a Szentlélek adománya. De bízhatunk abban, hogy ezt megkapjuk. Bízhatunk abban, hogy meg tudjuk különböztetni ebben az űrzavaros világban is, mi az, ami javunkat szolgálja. Az egyéni, a család, a közösség, népünk, nemzetünk javát szolgálja. Meg tudjuk különböztetni. Miért? Mert Krisztusra figyelünk. Tegyétek meg, amit mond. Szükség van erre az éberségre. És ez az éberség, ez a megkülönböztetés, mint ahogy a lélek adománya, de minden nap meg kell küzdenünk érte, hogy ezzel az adománnyal tudjunk élni. És nem csak népünk vezetői, nem csak egy közösség vezetőjének a feladata ez, hanem mindannyiunké, hogy éljünk a megkülönböztetésnek az adományával. Mi a jó, az Istentől való és Istenhez vezető, és mi az, ami egészen bizonyos, hogy nem. És nincs alkú, nincs kompromisszum, nincs alkudozás a gonosszal. Nincs még egyszer, hanem radikális Krisztushoz ragaszkodás. Testvérek, talán ezek a gondolatok és mondatok, azok félelmet kelthetnek. Vagy úgy tűnhet, mintha valamiféle rettentő világképzetét szeretnénk a testvérek elé tárni. Nem. De a gonosz jelenlétére szeretnénk fölhívni a figyelmet. Mindannyiunk életében ott van. Körüljár, keresménykit nyeljen el. Körüljár, és mindenkit, mindannyiunkat azon a ponton érint, azon a ponton próbál megkísérteni, amire talán legbüszkébb vagyok, vagy legbiztosabb vagyok, vagy legértékesebbnek tartom saját magam számára, de nem Krisztusi. Bátorítani szeretnék mindenkit erre a küzdelemre, egyéni és közösségi értelemben is. Ne engedjük el egymás kezét, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, legyünk felelősek egymásért a mindennapi konkrét cselekedetekben. Mária ezt vállalja, és Mária ebben a példát. Ferenc pápa figyelmeztet, mindent és mindvégig az Úr világosságában értékeljünk. Minden ajándékot vizsgáljunk meg. És végül arra figyelmeztet, ne féljünk a kereszt logikáját beengedni saját életünkbe. Testvérek, amikor most üldözött keresztény testvéreinkre gondolunk és értük, imádkozunk,
Persze, hogy ott van bennünk a fájdalom, hogy miért nem lehet az igazságot, miért nem lehet a békét megteremteni. Kin múlik ez? Talán rajtunk is. Miért nem tesszük? Ezt szeretnénk saját környezetünkben is megtenni. De mégis, amikor megérint bennünket a szenvedés, a keresztnek a fájdalma, az elkerülhetetlen, a megkerülhetetlen, akkor azért döbbenjünk arra rá, hogy ez Krisztus élete, Krisztus életmódja. Ő, aki vállalta értünk a keresztet. Ő, aki hitt abban, hogy a keresztből, az áldozatból élet származik. Vagyis az üldöztetésben hasonlóvá tudunk válni egyre inkább Krisztushoz. És főleg akkor, ha nem veszítjük el a reményünket. Főleg akkor, ha Krisztus tanításába és az eukarisztikus közösség erejébe kapaszkodunk. Ezt ünnepeljük most. És erre figyelmeztet bennünket égi édesanyánk. Testvérek, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk együtt. Hogy ilyen sokan nyitjuk ki a lelkünket, és akarjuk Mária példáját követni. Ilyen sokan fejezzük ki itt létünkkel is, hogy akarjuk a küzdelmet, akarjuk az éber lelkületet fönntartani, akarjuk a megkülönböztetést önmagunk, családjaink életében, közösségeinkben, iskoláinkban, plébániáinkban megtartani, hogy ne tudjon becsapni bennünket a gonosz lélek. Ne higgyünk valami rosszat jónak, elfogadhatónak, sem életmódban, életvitelben, gondolkodásban, sem a félelemnek a dédelgetésében, hanem Krisztus példáját kövessük, és ebben biztosak lehetünk, hogy Mária segít bennünket. Saját éberségünkre, saját küzdelmeinkre is figyelmeztet bennünket ez az ünnep. Én azért imádkozom, és azt kérem különös módon is, hogy az egyházmegye minden tagja, minden testvérem, legyünk készek a megkülönböztetésre, az éberségre, és legyünk készek a küzdelemre, hogy Krisztushoz hasonlódjunk ezáltal is. És ez nem valami rossz világ, hanem éppen az a világ, amiben Krisztus törvénye, Krisztus ereje, Krisztus hatékony ereje jelenik meg. Ne féljünk ettől. Legyen bátorságunk követni Krisztust teljesen. Amen. Testvéreim, most pedig nagy bátorsággal, krisztusi bátorsággal valljuk meg Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtő lényében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szent Lélekből, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a kapukra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjára, onnan jön el neki térni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikuson elszentett jelzában, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, örömmel zarándokoltunk ma ide, hogy kifejezzük hálánkat és szeretetünket a mi ég édesanyánk a Gyüdi szűzanya előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, aki nekünk Máriát anyánkul és a keresztény élet példaképéül adta. Terjesszük eléje kéréseinket.
za naše obitelji da budu jedni u vjeri i ljubavi, te da uz pomoć i primjer Nazaretske svete obitelji postanu obitelji crkve. Molimo te. Za svećenička i redovnička zvanja da se u crkvi uvijek nađu takvi koji će prepoznati i prihvatiti pozivnu Božju riječ, koji će život provesti u Bogu, odanoj vjernosti, kao što je Marija surađivala s Božjim planom spasenja. Molimo te. Ferenc pápánkért és György püspökönkért, papjainkért és szerzeteseinkért, hogy a Szentlélekkel mindig élő közösségben legyenek, és hathatósan hallassák az igazság szavát a hamis ideológiák viharában. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd, Urunk, kegyelmeddel mindazokat, akik hitükért üldözést szenvednek, akiket bebörtönöztek, megkínoztak, és erősíts meg őket, hogy mindvégig hűségesek maradjanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Für uns alle, die von Tag zu Tag die Gnade Gottes und seine zu uns stehende Liebe erfahren, damit wir auch die Ausübung der körperlichen und seelischen Taten des Erbarmens und des Gnadens ständig bewerkstelligen, vorfühlen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die an einer körperlichen oder an einer seelischen Krankheit leiden, damit sie die Obhut des Glaubens, die Sicherheit der Hoffnung und den Trost des Leidens im Herzen der Jungfrau Maria finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Ébresz bennünk erős vágyat szent lelked által, hogy szentek legyünk Isten nagyobb dicsőségére, és bátorítsuk egymást a szándékunkban. Adj éberséget, hogy felismerjük, mi jön tőled, Istenünk, és mi jön a világtól, hogy így megtaláljuk boldog életünket. Hallgass meg, Urunk! Elhűnt testvéreinkért, hogy a szűzanya legyen számukra a mennyország kapuja, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre, amely örvendezik, hogy anyja és pátronája a boldogságos szűzanya. Hálát adunk szereteted és irgalmad minden megnyilvánulásáért, amelyet irántunk kimutattál. Neked legyen dicsőség és magasztalás Krisztus a mi Urunk által.
imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk és Istenünk, felajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd éreznünk, hogy az ő hatható segítségével minden viszontagságunkban, mellettünk állsz. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert fiad édesanyját, a szeplőtelen szűz Máriát, a keresztény nép anyjává és segítségévé tetted, hogy az ő oltalmában bízva, néped rendíthetetlenül vívja a hit küzdelmét, az apostolok tanításában szilárdan álljon, a világ viharai közepette biztonságosan haladjon, míg örvendezve el nem érkezik a mennyei hazába. Mi ezért az angyalok összes seregével együtt most és mindörökké magasztalunk téged, a szív és a lélek szavával kiáltjuk és zengjük. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik.
a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Péterrel, Mórral és boldog Salkaházi Sárával, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s megváltunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttünk. Mert tiéd az ország, a hatalom,
Megváltása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Akiket meghív, azt talál, hogy Jézus az Isten bárány. Uram, nem vagyok a kérdés, hogy felé akkor jöjjön, hanem csak egy szóval, és megjön az Thank you.